Köszöntöm a kulturális magazinunk minden nézőjét. Másfél évszázadot repülhettek vissza az időben annak a konferenciának a résztvevői, melyet a 150 éves magyar állami tanítóképzés jubileumának tiszteletére rendeztek meg. A tanítóképzés öröksége és jelenléte a Dél-Dunántúlon című neveléstörténeti tudományos konferenciát a Szekszárdi Egyetemi Kampuszon tartották. Én azt hiszem, annál nincs nagyobb öröm, mint valakit megtanítani arra, amit még nem tud. És nagyobb jótétemény sem, mondottam Móricz Zsigmond. Miként épült ki hazánkban az intézményesült tanítóképzés a 19. században? Mik voltak akkoriban a vélemények a nevelői szerepről? Miként változott a felsőfokú pedagógus képzés programja az elmúlt másfél évszázad alatt? Ezeket a kérdésköröket járta körül az a neveléstörténeti tudományos konferencia, melyet a Magyar Állami Tanítóképzés 150 éves jubileuma tiszteletére az országos programsorozathoz kapcsolódva rendeztek meg Szekszárdon. A tanácskozás elsődleges jelentősége, hogy neveléstörténeti előadások tükrében mutatja be, hogyan járult hozzá az intézményesített tanítóképzés a Dél-Dunántúli régió kulturális, társadalmi és bizonyos értelemben gazdasági fejlődéséhez. A tanácskozás egyik legfontosabb mondani valója az lehet, hogy milyen módon teremtették meg a múltban a nevelés révén a haladás, a fejlődés alapjait, és talán a legfontosabb tanulsága az lehet a mának, hogy ezek a gondolatok, modellek, azok az attitűdök, amelyek akkoriban megjelentek az intézményesített tanítóképzés megteremtésének hátterében, vajon hogyan segíthetnek ma bennünket az oktatás-nevelés reformjában? A konferenciát a Pécsi Tudományegyetem kultúratudományi pedagógus képző és vidékfejlesztési kara és a Magyar Tudományos Akadémia Pécsi Akadémiai Bizottságának neveléstörténeti munkabizottsága közösen szervezte meg a Szekszárdi kampuszon. A két intézmény között sok területen zajlik kiváló együttműködés. A Magyar Tudományos Akadémia kilépett már rég az elefántcsont toronyból, én is, mint elnök, ezt szeretném fokozni, és mi nyitottunk a pedagógusok felé éppen az elmúlt egy esztendőben, megnyitottuk az összes tudományos rendezvényt a pedagógusok számára is, a tankerületi igazgatókkal megbeszélve. Tehát, hogyha mondjuk van egy csillagászati kongresszus, akkor egy fizika tanár miért ne jöjjön el, ha akar, és ha részt vesz, akkor erről adunk igazolást, és ez a pedagógus életpálya modellben, mint kreditpont használható lesz. A mostani tanácskozás előadói főként olyan oktatók, kutatók voltak, akik a tanítóképzés történeti irányból vizsgálták, és arra próbáltak rávilágítani, hogy a régi modellek mennyiben lehetnek alapjai a kortárs reformpedagógiáknak is. A tanító az egy más típusú pedagógus személyiség, mint a szakos tanár. Ő teljes személyiségével kell, hogy forduljon a kisgyermek felé. Ezért igazából abban az időszakban az alapkészségek kialakítása továbbra is fontos. Képzés szempontjából pedig ennek a tantárgypedagógiai megközelítése és felkészítése, ami kiemelten fontos. Össze fog ez függni valószínű a nemzeti alaptanterv gondolkodásával is, ami a napirenden lévő kérdés. Ennek ugyanúgy ott van a kezdőszakaszhoz kapcsolódó, hogy mondjam, kompetencia meghatározás, illetve az iskola világának ez a szakasza, amire a felsőoktatásban pedig szakembereket kell képeznünk. A hallgatóság soraiban az érdeklődő szakmabeliek és a jövő pedagógusai is ott ültek, akik a múlt hagyományaiból okulva fogják majd továbbépíteni azt az örökséget, melyet Eötvös József, az első népoktatási törvény atya hagyott ránk. A konferencia egész nap két szekcióban zajlott az intézményben, melyben a diplomás pedagógusok kreditpontért vehettek részt. Olyan koncertre voltunk hivatalosak, ahol a fellépők egy valaki, nevezetesen tanáruk tiszteletére gyűltek össze a Szekszárdi Művészetek Házában. Volt itt zenetanár, ma már külföldön dolgozó karnagy és Liszt díjas muzsikus is. Mindannyian Szili Lajost jöttek ünnepelni, aki több mint 40 esztendeje áll a katedrán.
A színpadon állókat egy közös vonás köti össze. Mindannyian színi növendékek. Többük élethivatásszerűen zenél, van olyan, aki külhonban öregbíti a magyar zenepedagógia hírnevét. Ha megkérdi tőlük az ember, vajon mit kaptak Szekszártól és elsősorban Szili Lajostól, a zenetanártól, szó esik szakmai alázatról, emberségről, szorgalomról. Több mint 40 esztendő van már Szili Lajos trombitatokjában a tanári pályán. És most, hogy 60. életévéhez közelít, nem látszik rajta akkor, a tanítványok egyfajta szülinapi ajándékként összegyűltek köszönteni a mestert. Egyetalon, és zeneiskola, és Szekszárd, és trombita, és növendékek, és jó növendékek, és jó kollega, kedvesség, és sorolhatnám még így tovább. Szili Lajos, hát a legkedvesebb kollégám, 85-től ismerjük egymást, 85. szeptemberétől egész pontosan, és hát azt kell mondani, hogy ketten neveltük ki a ifjúsági fuvózzenekar rezeseinek egy jó részét, ugye besegített Pece István kollégám is, de hát általában mi ketten viseljük ezeknek a terhét. Már több mint 10 éve járok hozzá trombitálni, és egy csodálatos embert ismerettem meg benne, mert tényleg apám helyett apám volt, bármi problémám volt, hozzáfordulhattam, segített, legjobb szaktanárnak tartom, pedagógusok csúcsának. Ő mindig jókedvel fordult a másik emberhez, bármi problémám volt, bármi gondom, hibám, bármit, ő megoldotta, megbeszélte velem, és igazából én nagyon sokat köszönhetek neki. Szili Lajos egy nagyon meghatározó személy az egész család életében, tekintettel arra, hogy ő indította el Attila fiamat azon a pályán, ahol most elég szép karriert fut be. Egy rendkívül következetes tanár, aki szerintem a tanításnak élt. Valóban neki köszönheti a város az ifjúsági fúvózenekar létrejöttét, de szekszárdi munkásságában a zene mellett a közéleti tevékenységére is büszke lehet. Többek között erről emlékezett meg köszöntőjében Ács Lezső polgármester, aki azt is elmesélte, neki már mint Lajosnak köszönheti, hogy ma szekszárdinak vallhatja magát. Szili Lajos 10 éven át vezette a Liszt Ferenc zeneiskolát. Én Kaposvárról kerültem ide, és hát Lajos igazgatása alatt, és nagyon kedves volt az a történet, hogy amikor ide értünk a férjemmel, nem igazán ismertük se a várost, se az embereket, és Lajos mindjárt az első alkalommal meghívott magukhoz, hogy egy kicsit beszélgessünk, ismerjük meg egymást, ne a zeneiskola falai között, és egy nagyon kedves beszélgetés, igazából egy jó kis partneri kapcsolat alakult köztünk. Most, hogy fordult a kocka, és te lettél az igazgató? Nagyon szeretem én Lajost, és tisztelem, és nagyon sokat beszélgetünk, hogy hogyan tovább, mit kéne, hogy kéne. Jó, sok jó ötlete van, néha vitatkozunk is, mert ugye ő azért már ezt a mai oktatást nagyon nehezen nyeli le, így ahogy szoktuk mi mondani, de sok jó meglátása van, és tényleg nagyon jó kis beszélgetések, akár szakmai, akár baráti beszélgetések vannak köztünk. Nagyon humánus, nagyon gyermekszerető, nagyon ért a gyerekek nyelvén, meg tudja őket fogni, hosszú távon tudja őket tanítani. Itt is majd látni lehet, hogy szinte 20 éves korukig járnak hozzá, emberileg pedig egy nagyon jó barát. Tehát közösen nagyon sok mindent meg tudunk beszélni. Ugye már több mint 30 éve ismerjük egymást, de között volt jó idő, rosszabb idő, de ez a barátság kitartott, és ez a szakmai és emberi kapcsolat az erőt adott mind a kettőnknek. Az emberi mentalitása, az emberi hozzáállása szerintem hosszú időken keresztül példamutató, amilyen korrektséggel és amilyen szakmai tudással közelít a növendékekhez. Ez volt az egyik. A másik meg szakmai tudás nélkül hiába jó mentalitású valaki. Tehát a kettő csak úgy működik, ha ez a kettő kiegészíti. Azt hiszem önálló ez mind a két oldalon működött, és működik hosszú ideig, és hát büszke vagyok arra, hogy 40 éves időtartamot le tudott abban az intézményben, abban az iskolában tanítani, ahol én kezdtem még a 60-as években a tanulásomat.
Az én arszpolitikám az, hogy elsősorban a növendéket szeretni, tisztelni kell. Ha már a munkában, a közös munkában egy kicsi jót talál az ember, azonnal dicsérni kell. És hát a másik pedig az, hogy igyekezni kell olyan szintre eljuttatni minden növendéket, aki erre hát alkalmas és szorgalmas, hogy minimum zenekarban tudja muzsikálni. A másik pedig az, hogy aki professzionális zenésznek készül, őt pedig szigorúan, keményen, nagyon sok munkával fel kell készíteni a pályára. Ez a legnagyobb öröm a számomra. Tehát, hogy ilyen nagy számban eljöttek a szülők, a növendékek, az ismerősök, a jó barátok. Tehát nekem ez a boldogság. Ugrálóvár és Körhinta, Virsli és Kakasnyalóka, Badár Sándor és UFO. Ízig-vérig retro volt a hangulat a szekszárdi május 1-jei majálison. A hagyományos rendezvénynek a Prometheus Park adott otthont. Egyszer ezt, egyszer azt, megláttam a hűs tavaszt. Egyszer azt, egyszer ezt, ahogy lassan táncba kezdem. Gyermek és családi műsorokkal, koncertekkel és játékokkal, kézműves és kirakodó vásárral várták a látogatókat a Városi Retro Majálison, a szekszárdi Prometheus Parkban. A kínálatból nem hiányozhatott például a Körhinta és a Kakasnyalóka sem, de a színpadi fellépők között olyan igazi régi motorosokkal is találkozhattunk, mint a Kaláka Együttes vagy az UFO. A szervezők minden téren a retro hangulat megidézését tartották szem előtt. Azért is nagyon fontos szerintem ez az esemény, mert pláne akkor, amikor hosszú a tél, és kicsit hűvösebb a tavasz, és egyébként a május 1-én már kellemes idő van, akkor az emberek nagyon nagy örömmel látogatnak ki a természetbe, és tényleg itt a Prometheus Park egy nagyon ilyen természetközeli élményt is tud adni. Szóval sok szempontból szerintem egy jó helyszín, egyébként pedig azt gondolom, hogy kiváló kulturális kínálattal találkozhatnak az érdeklődők. Az örömünnepen résztvevő fellépőket és a látogatókat is arra kértük, idézzék fel, mit jelent számukra a majális, a retro életérzés, hogyan emlékeznek és éreznek május 1-jével kapcsolatosan. Az 50 éve koncertező Kaláka Együttes tagjainak bőven volt mire visszaemlékezni. 70-es évek elején, akkor leginkább ilyen klubokban játszottunk, egyetemi klubokban, kis színházakban, mint a Szkénében mondjuk, vagy vidéki egyetemeken. Itt is voltunk Szekszárdon főiskolán, valahol. Aztán később elkezdtünk játszani valóban ilyen nagyobb rendezvényeken, és éppen itt idéztük, hogy 15 éve, amikor beléptünk az EU-ba, akkor is volt egy ilyen nagy majális valahol, ahol emlékszem, hogy játszottunk. És aztán, ahogy azt mondom, hogy 50 évvel ezelőtt, akkor ugye evidens módon minden saját generációjának játszott mindenki, mi is. Számunkra Bőröndödön ugyanolyan vers volt, mint akármelyik József Attila késői vers, tehát nem volt az, hogy gyerek műsorra felnőtt műsorra, játszottuk, ami eszünkbe jutott. Aztán később, hogy valamikor a 70-es évek közepén, 80-as évek elején, akkor kértek meg minket, hogy készítsünk gyerekeknek műsorokat. Badár Sándor, a Duma Színház társulatának jelenlegi tagja, már bőven a társulat létrejötte előtt is űzte a műfajt humoristaként. És persze megosztotta a régi majálisi emlékeit is. Ez az a felszabadult pillanat, hogy jól érezzük magunkat, egy nagy közösség, együtt tombol. Engem meg arra emlékeztet, hogy kényszerből vonultunk Szentesen, igen hosszan. És aztán utána mindenki, amikor már jó kivonulta magát, akkor megkapta a megérdemelt gyümölcsét annak a napnak. Többek között ugye volt egy kis bohóckodás, gyerekeknek a játék, gyerekeknek a vidámpark, azon belül igen sokfajta új vagy régebbi gép, kinek mi volt a kedvence, szülőknek ugye ez a kényszervásárlás, lufi, sör és egyéb dolgok, és aztán utána kis társaságok, felszabadultan beszélgetnek, röhögnek nagyokat, és aztán este verekedés. A rendezvényre látogató felnőtt generációk leginkább gyerekkoruk szép emlékeit idézték fel. Voltak koncertek, dodgemeztünk, nem tudom, hogy az van-e most,
megkörhintáztunk. A régi életérzés, ami régen volt, ugye az emberek a régi dolgokat feleleveníteni, úgyhogy nagyon jó ide visszatérni és megnézni a régi dolgokat. Ugye van körhinta, ha jól láttam, meg hát régi dolgok is. Úgyhogy nekünk nagyon tetszik eddig. Fiatalkornak az érzése jön vissza, az UFO például, mint zenekar. Más, igazából nem, kíváncsiság. A gyerekek pedig részesei lehettek szüleik, nagyszüleik egykori élményeinek. Mit csináltál ma itt? Kifestettük az arcomat, körhintáztam, sokat voltam a testvéremmel, vettünk játékokat. Tehát mit mondasz, szerinted miért jó egy majális? Mert sok ember itt van. Ugrálóvár, virsli és szerelemdoktor. Minden korosztályt tárt karokkal várt az idei retro majális is Szekszárdon. Szerelemdoktor, gyógyíts meg a szívem, a beteged lettem, mindenem lányra gyúl, ó doktor úr. Szekszárdon, menetelem, táncol ember mindenhol. A siker abban is mérhető, hogy évek alatt nem kopik népszerűsége. Az elmúlt 23 év alatt már több mint 600-szor adta elő Mácsai Pál Azt meséld el Pista című örkény életéről szóló monológiát. Pakson is nagy sikerrel tette ezt, beleélve, átélve, humorral átitatva. Gabalnér volt az én apám. Esetünkben ez konkrétan azt jelenti, hogy három vagy négy patikát mulatott el szépen sorban egymás után. De ő nem volt, tehát nem voltak nőügyek, hogy csak bement az éjszakai helyre, és mondta, hogy francia pezsgő kaviár mindenkinek. Fizetni szeretett ma. Mondom, hogy ez a típus megszűnt. Mácsai Pál olyan tökéletesen adta elő Örkény István életét egyes szám első személyben, hogy az előadás alatt az volt az ember érzete, kettesben ül az íróval a szobájában, és ő a karosszékéből mesél magáról. Beleélve, átélve, humorral itatva adta elő az Azt meséld el Pista című monológot Mácsai Pál. Több mint két évtizede idézi meg Örkényt, ez utóbbi évek legsikeresebb egyszemélyes színházi előadása. Úgy hat, mintha én lennék az örkény szakértő az országban, amit persze én visszautasítok, mert más sokkal jobban ért hozzá, mint én. Másrészt meg hát én más írókat is szeretek, ám nem csak őt. De mégis úgy alakult az életem, a szakmai életem, és nem kis részben ennek a mai esnek a következtében, hogy nagyon szoros kapcsolatom van az ő életművével. Én őt magát nem ismertem már. És hát ezzel az előadással pedig igazán szoros kapcsolatom van, tehát ez nyilván az én életemnek egy ilyen ritka tüneménye, vagy adománya, vagy sikere, vagy lehetősége ez az előadás. Hát most már több mint 600-szor játszottam, és 20-valahány éve, 23, igen, éve van színpadon, és mindenféle nézőtér ugyanolyan érdeklődéssel figyeli, tehát ezt szoktam mondani, ezt a példát, hogy egyszer a Tudományos Akadémiának a közgyűlése kapcsán ezt elmondtam ott, ezt az estet, és hát ott ugye nagyon kiművelt emberfők sokasága van, és nagyon tetszett nekik. És másnap mentem Nádudvarra a könyvtárban, ahol valamitől nem működött a fűtés, és ott ültek túlzással persze, de valójában mégiscsak subában, gubában a hortobágyi emberek, akik egyáltalán nem a tudományos vagy a művészeti elit tagjai, hanem dolgozók és nehezebb körülmények között, és ősibb körülmények között élő és gondolkodó és tapasztaló nézők. És azt kell mondanom, hogy sokkal érzékenyebb, finomabb és eltaláltabb közönség volt, mint akár a Tudományos Akadémia beli. Tehát Örkény olyasmit tud rólunk, emberekről, és különösen rólunk magyarokról, amit nagyon kevesen mindenkit eltalál. Persze a műfaj az egy ismert műfaj, hát ülök egy széken és jártatom a szám, tehát mesélek, azért ez a címe, hogy Azt meséld el Pista, és ez egy olyan ősi, drámai műfaj,
hát az írásbeliség előtt évtizedeken át ez volt a hagyomány átadása, hogy egy ember, akinek jó mesélőkéje van, és itt Örkényre gondolok, nem magamra. Amúgy pedig Örkény, hát nagyon érdekes, szóval ugye 40 évvel ezelőtt halt meg, 79-ben és nyár elején, tehát pont 40 éve. És mégis, noha ez az a kor, amikor a halott szerző már még nem elég régi ahhoz, hogy olyan igazi klasszikussá nemesüljön, tananyag és hagyományok és utcanevek és szobrok és mit tudom én, színházi bemutató sorával, és hát nem elég új ahhoz, hogy kortársnak érezzük, tehát a tetsz halál állapotában szokott lenni a 40 évvel korábban meghalt szerző. Örkényre ez egyáltalán nem igaz. Tehát nem csak játsszák a darabjait, nem csak megtermékenyíti a fiatalabbakat, nem csak érettségítéttel, hanem mindenekelőtt olvassák, ami azért mégiscsak a legtöbb, ami egy íróval történhet. Az egy nagyon tiszta és rejtekezően érzelmes gondolkodás az Örkénye, és azzal én teljesen tudok azonosulni. Nem vagyok képes olyan tiszta gondolkodásra, mint ő. Egy természettudományos alapú gondolkodás, ahogy mondja magáról, hát ő mégis kémikus alapvetően. Másrészt pedig az a rejtekező érzelmesség, amit humorba, gúnyba és szarkazmusba, iróniába, groteszkbe nem is csomagol, hanem egy lényegű vele, az jellemző rám. De hát persze nem azon a színvonalon, ahogy az övé, hanem egy köznapibb módon. Van még egy új összeállítás, ami az egyperceseiből született, és hát ezen kívül dolgozom a színházban, rendezek és játszom. Jövőre például Brechtet fogok rendezni, és a Rómeó és Júliának egy átiratában, egy verziójában fogom játszani Lőrinc barátot, amit Bodó Viktor rendez, az a címe, hogy Kertész utcai Shakespeare mosó, és ez azt az új trendet követi, hogy a fiatal szerzők, ez Závada Péter, átírják az eredeti anyagot, ez egy létező lehetőség, és egy teljesen mai történetet kreálnak, pont azzal, azokkal a fordulatokkal, amiket a Rómeó és Júliából ismerünk. Tehát ez a klasszikusoknak egy nem leporolása, hanem teljesen újrafogalmazása. Filmeken szoktak ilyet csinálni. Mácsai Pál Kossuth és Jászai Mari díjas magyar színész, rendező, érdemes művész, a Halhatatlanok Társulatának örökös tagja. Sokoldalú művészként tartják számon, aki egész életében védte magánéletét, most is csak keveset árult el belőle. Nincsen szabad időm, úgymond, tehát amit szabadidőnek nevezünk, az nyilván a családi élet lenne, és hát az amennyi csak lehet, és ez nyilván az ideálisnál sokkal-sokkal kevesebb, azt a gyerekeimmel, meg a feleségemmel igyekszem tölteni, akik a lányom az 9 éves, a fiam 15, tehát pont rászorulnak egy apára, aki viszonylag keveset adja magát, nem beszélve a feleségemről, akinek szintén szüksége volna egy férjre, aki nem csak a színházban van, és éjfélkor hazaér, és időnként hazatelefonál, hanem jelen is van. Hát majd nyáron így lesz, erre szoktam figyelni, hogy nyáron ne dolgozzam, kivéve ha igen. Tudni kell, hogy én nekem sajnos nincs nagy zenei hallásom, de apámnak abszolút nem volt. Tehát a harangkongás nem bírta a kalapácsütéstől megkülönböztetni, és ez nem vicc, ez nem zenei. A tapasztalat, onnan tudjuk, hogy egyszer építkeztek a szomszédban, szögeltek valami deszkát, kérte a levest, azt hitte dél van. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!